hogy lehetőség szerint egy olyan rendszert hozzunk létre, amely kiegyenlíti a különbségeket. És az Európai Uniós forrásoknál arra is igyekeztünk figyelemmel lenni, hogy az infrastruktúrális fejlesztéseknél is lehetőség szerint a falvakban, a kisebb városokban és a hátrányos helyzetű térségekben is olyan fejlesztéseket tudjuk végrehajtani, amely csökkenti a fejlettségbeli különbségeket, illetve éppenséggel a szakadékot. Itt Urkuton is ennek a példáját láthatjuk, hiszen azáltal, hogy most a falu szennyvíztisztítása megvalósul, ezáltal érezhetően javulnak az életkörülmények Urkuton, és miközben tudjuk, hogy több lépés kell ahhoz, hogy az itt élők, a helyben élők, illetve a térségben élők is azt érezhessék, hogy egyenlő színvonalú elvárásban van részük, mint a nagyvárosokban élőknek, mégis egy olyan jelentős lépés ez, amely több mint fél száz család számára teszi lehetővé azt, hogy az eddigieknél kényelmesebb európai színvonalon élhessenek. A maga a beruházás nem volt zökkenőmentes, hiszen polgármester asszony igazán a megmondhatója annak, hogy mennyit kellett küzdeni érte, és ő valóban mindent megtett. Azt hiszem, hogy amit egy polgármestertől elvárhatunk, hogy a település érdekeit maximálisan képviselje, mindenhol ott legyen, ahol segíteni kell az ügyön, ahol tovább kell lökni az elakadni látó ügyet, ott a polgármester asszony ott volt. Ennek eredményeként ma már azt mondhatjuk, hogy sikerült a beruházás, és sikerre fejlődött.